Október 1-én szüreti felvonulást tartottak Devecserben. A rendezvény a Művelődési Központ melletti rendezvénytéren vette kezdetét, ahol a devecseri ifjúsági fúvószenekar dallamai csendültek fel. Fúvószenekart követően Ferenczi Gábor köszöntötte a jelenlévőket, és külön köszöntötte a szépkorúakat, hiszen október 1-e az idősek napja. És bízom abban, hogyha hagyományát tud válni itt városunkban a szüreti felvonulás, amely egyébként az óvodánk vonatkozásában most már 23 éves hagyomány, de városi szintre tudnánk kibővíteni, illetve a jövőben borkonferenciák, borvásárok, borkiállítások szervezésére és lebonyolítására lenne lehetőségünk, akkor minden bizonnyal, idővel valóban méltóak válhatnánk arra a címre, amellyel Devecser immár 2 évtizede rendelkezik, mégpedig a Somló fővárosa címmel. A polgármesteri köszöntőt követően a devecseri, sümegi és ajkai örömtánc csoportok közös műsorával folytatódott a színpadi program. Nem csak a 20 évesek ér a világ. Egy évesek, 2 évesek énekeljetek, 30-asok, 40-esek táncra keljetek. 50-esek, 70-esek, és jöjjetek, dalra fel, s énekeljétek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, lenne néhány korosztály, a réteg nyílik, 1000 szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. A délután a gyerekeknek és szüleiknek is tartogatott programot.
Gulyás László régi világhangszereinek meséjével nevettette meg a közönséget. Hogy jött az életébe a zene szeretete? Júj, de messzire mentünk vissza. Édesanyám nótáskedvű asszony, még mindig él jó erőben, egészségben, és a genetikai alapot tőle örököltem, mondhatnánk akár talentumnak is, és gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem volna muzsikálni, de akkor nem lehetett, illetve hát kisgyerekkoromban, és aztán később általános iskola vége felé kezdtem el népi hangszerekkel megismerkedni, citerával, furujával, aztán később kecskedudával, tárogatóval és hasonló fúvós népi hangszerekkel. De nem csak a muzsika jelenti az életemnek ezt a nagyon nagy csücskét, hanem a mesélés, illetve a közönséggel való játék, amit a régi középkori komédia dell'arte műfajból merítettem, illetve hagyományozódott, és belekóstoltam, megszerettem, és én ezt élem, ezt csinálom. Honnan merítted az ötleteket a produkcióidhoz? Ismét jó kérdés. Nyilván a zene az népzene. Tehát én népzenét játszom, élem meg, forgatom, változtatgatom egy picit. A kecskedudával, furujával, dorombbal, körtemuzsikával, kobozzal. A mesék pedig azok meg úgy jönnek maguktól. Rájuk találok, aztán megpróbálom olyan formává gyúrni őket, amit a közönséggel együtt tudok eljátszani. Én nem mesét mondok, én mesét játszom inkább. Kamera indul, fog meg, fújja be a csillag. Mehetünk. Állítsd a felvétel! Van egy kis baj, nem kacagság. Van egy kis baj, ez nem szólalt meg, de nem olyan nagy ám a hiba. Képzeld el, drága csillagocska, én az öreg apámtól megtanultam jó gyereket varázsolni. Csak ahhoz ide rá kell, hogy csücsölj a lábikám, úgy. A közönséget pedig arra kérem, hogy arra a 4-5 percre, amíg ebből a kislányból jó gyereket varázsolok, folytsák vissza a lélegzetjüket is. Jó, mert? Úgy van, figyelem. Ábel lesz. Kúbel lesz. Ebből a kislányból jó gyerek lesz, még mindig visszafolyt. Úgy van, gyere, álljál ide, csillagom. Mind a két kezecskét befog meg. Most fújj be. A felvonulás a rendezvénytérről indult. Első állomás a templom téren volt, ahol a Devecseri Egyházközség nevében Pós Alajos köszöntötte a felvonulókat, akiket a közös éneklést követően vendégül is láttak. Jó, hogy itt kezdünk az Isten figyelmeztető temploma előtt. Mert nem felejthetjük, hogy hiába az ember munkája, ha nincsen rajta Isten áldása. Fontos jelkép számunkra a bor. Minden szentmisében elmondja a papa a borra, hogy ez a szőlő termése és az emberi munka gyümölcse, és ebből lesz számunkra az élet itala. Ilyen fontos a bor. Valamikor Jézus még csodát is tett, mikor elfogyott az örömitala. Mindenki számára ismerős a történet. Jézus a kánai mennyezőn vendégként van ott Máriával, az édesanyjával és barátaival. Mária észreveszi, hogy elfogyott a bor. Szól Jézusnak, aki csodát téve megmenti a helyzetet. Vizet hozat a szolgákkal, majd a csodatétel után ízletes bort kóstol a násznagy. Egy feltétele van a csodának, amit Mária fogalmaz meg. Tegyétek, amit a fiam mond. Ma is biztat minket a történet. Tegyük meg, amit Jézus mond, és meg lesz az örömünk. Segítsen minket örömünk kifejezésébe egy magyar népdal dallamára átírt zsoltári szöveg,
amire megkérem Itt hogy a vezetésével mindenki énekelje el. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek az Isten áldásával. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála, együtt mondjuk háladdal, közös ének áldja. Jóság, hűség, kezed minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Igaz jóság, irgalom, minden rendelése, csak az érték valóban, aki bízik benne. Jóság, hűség, kezed minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Döbben szívünk rá eszmél, milyen nagy az Isten, erő, fenség, hatalom, fénye átjár minden. Jóság, hűség, kezed minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Soha el nem felejti ősi szövetségét, maga őrzi táplálja, egybe gyűjti népét. Jóság, hűség, kezed minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Atya, Fiú, Szentlélek, megilled a hála, csodálkozva boldogan néked ez kiáltja. Jóság, hűség, kezed minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. A második helyszín a Deák tér volt, ahol az ifjúsági fúvós zenekar játszott, a Nők Devecserért csoport pedig pogácsával és borral kínálta a felvonulókat. Kis pihenés után a menet elindult a harmadik megálló felé, mely a kórházzal szembeni terület volt, ahol a Devecseri Alapszolgáltatási Központ látta vendégül a menet résztvevőit, az örömtáncos csoportok pedig tánccal gondoskodtak a jó hangulatról. Innen a rendezvénytérre indultak a felvonulók, ahol a szervezők jóvoltából pörköltel csillapíthatták éhségüket. Az eseményt Fekete Nándor orgonaművész látványkoncertje zárta.